Köszöntöm kedves nézőinket helytörténeti sorozatunkban. A mai epizódban Mikus Sándor anya című szobrát mutatjuk be, mely a Káposztásmegyeri út egyik társasházának kertjében található. Az Izzó lakótelep egy kis eldugott, nagyon szép kis parkjában van egy anyaszobor. Mikor került ide és hogyan? 1973-ban avatták fel. Az Izzó lakótelep körül álló házai már elkészültek, és tulajdonképpen elkészült a szemben vele a lakótelep bölcsődéje, óvodája is, amelynek ma már csak a hűlt helyét látjuk. De minden esetre az, hogy pont ide került a Káposztásmegyeri útra, talán ez magyarázza, hogy az anya és a gyermek kapcsolatát ábrázoló, nagyon szépen ábrázoló szobor itt pont itt kapott helyet. A története pedig az, hogy Mikus Sándor az alkotó, aki nagyon sokáig az Egyesült Izzóban dolgozott fiatalként, mint műszerész, és autodidakta művészként képezte magát, rajzolt, festett, és egy szobrásziskolában is eljárt, ahol megtanulta tulajdonképpen a mintázást. Olyan mértékig művelte ezt már a munkás hétköznapokban is, hogy Fejfer Ignácnak nagyon megtetszett, sőt az egyik szobrát meg is vásárolta tőle. Ezek után az Izzó elhatározta, hogy tanítatja a fiatalembert, és 1926-ban ösztöndíjjal kiküldte először Firenzébe, aztán pedig Rómába. 3 évig élt, tanult, illetve dolgozott ott Bernát Aurél és Pácai Pál irányításával. Tehát tulajdonképpen a végzettségét, a képzettségét azt Olaszországban szerezte. 1930-ban költözött haza, és az Egyesült Izzó további ösztöndíjával a Százados úti művésztelepen dolgozott folyamatosan. Központi témája általában az anyaság, a hölgyek, a hölgy magánszférája, tehát van Fésülködönő című szobra, de általában az anya gyermekkel ez a központi témája. Nagyon sok helyen vannak köztéri szobrai, a világon mindenütt, lévén, hogy már 37-ben a párizsi világkiállításon aranyérmet nyert a szobrával, tehát egy nagyon tehetséges fiatal művész volt, és innen gyakorlatilag Európában több helyen, illetve még Mexikóban is van köztéri szobra. 1949 és 78 között a képzőművészeti főiskola tanára volt, utána pedig hát nyugdíjas művészként a Százados úti lakótelepen élt, 1982-ben hunyt el. Ennek a szobornak az a története, hogy tulajdonképpen ő mindig hálás volt azért, hogy az Egyesült Izzó tanítatta, szponzorálta az ő előmenetelét. Ezt a szobrot ajándékozta 1970-ben a vállalatnak, lévén, hogy tudta, hogy ez a lakótelep készül, ide ez nagyon alkalmas, ugyanis az ide költözők jó része fiatal házas volt, tehát olyanok, akik éppen a családalapítás vagy a fiatal családok élete mozgatta meg tulajdonképpen a fantáziáját, illetve adta az ötletet, hogy ez pontosan ide illő köztéri alkotás lett, ami aztán meg is állta a helyét, nagyon szeretik a környékbeliek. Hát az izzósok, ez egy külön történet Újpesten, ez a lakótelep is teljesen eltér Újpest többi részétől, nagyon hangulatos, nagyon szépen illik ide ez a szobor. Hogyne, természetesen, hát ők azért igyekeznek, az látszik is egyébként, bármelyre megyünk ezen a területen, hogy igyekeznek a saját házuk környékét rendben tartani, a lehetőségekhez képest gondozni, amennyire idejük engedi, és tulajdonképpen egy olyan állandó élő közösség, amely ugyan már hát nyilván valamennyire felhígult kiköltözésekkel, egyéb lakáscserék útján nyilván, de ettől függetlenül, akik ide költöznek, azok is ugye beleszoknak ebbe a stílusba, ebbe az életvitelbe, és hát látszik, hogy szeretettel gondozzák az épületek környékét is, nem csak a saját lakásukat vagy a házat. Így aztán természetesen, hogy nagyban különbözik az összes többi, még akár újpesti lakótelettől is.